Michael Bean, Kőszegi Ákos. Ezüst farkas. További magyar hangok. Simonyi Balázs, Zsigmond Tamara, Juhász György, Bartuc Attila, Kubik Anna, Sörös Sándor. A farkasokra lövöldözünk, nem a fákra. Mi a baj, Roy? Megint az olajnyomás. Megkértelek, hogy ellenőrizd, és te azt mondtad... Frank! Kinéznél az ablakon, hogy nem folyik-e valami sárga a motorból? Gyerünk! Na, folyik! Biztos? Nézd meg jól! Úristen! Nem sokan látogatnak meg, ugye, öcskös? Ezt most miért mondod? A múlt héten egy egész család ugrott be hozzám vacsorára. Biztos eltévedtek. Farkasok voltak. Farkasok? Azt hittem már kipusztultak. Ki is? 60 éve nem láttak ezen a környéken egy farkast sem. De nemrég betelepítettek néhányat a parkon. Ez komoly. Csak az a baj, hogy elkóboroltak. A farmerek mit szólnak hozzá? Nem nagyon örülnek neki. Ha úgy lébecolnék az adófizetők pénzén, mint te, én nem a farkasokkal táncolnék. Temesd be a kaját, hogy az állatok ne találják meg, és állíts fel a sátrat egy védett, jól látható helyre. Az apád azt hiszi rólam, hogy New Yorki Parker vagyok. Holnap reggel találkozunk a völgyben. Rendben. Jó szórakozás. Vigyázzatok. Figyelj, megkerüljük ezt a dombot, aztán nekivágunk. A lankásabb részeken maradj a fák mellett. Ott nem éri annyira a nap a havat. Biztosan keményebb. Nyugi. Sokszor láttalak már otthon hódeszkázni.
Légy észnél, és nem lesz semmi baj. Bár csak a nagybátyád megtanulná használni a telefont. Nem volt mindig ilyen, bármi lehetett volna belőle. Csak éppen becsvágy nem volt benne. Nem szereted őt, ugye? De szeretem a testvérem. Csak mások vagyunk. És neki kéne a helyemben lennie. Apa halála után neki kellett volna átvenni a céget. Bár csak úgy lett volna. Akkor több időm maradt volna az ilyesmire. Anyára is. Miért nem vállalta Roy bácsi? Hiszen házak építésével többet kereshetne, mint a fák őrzésével. A 16. szülinapunkon a nagyapád kitett minket az erdőben. Azért, hogy megtanuljunk gondoskodni magunkról. Két napba telt, hogy visszatérjek, Roynak 12-be. És miért? Mert apánknak az idősebb fiával voltak nagy tervei. Roy ment a saját feje után, ahogy ma is. De egy dolog biztos. Ha megteszed, amitől félsz, attól erősebb leszel. Ezért szeretném, ha ezen a nyáron te is megpróbálnád. Jesse, ez nem parancs, hanem lehetőség. Nem esett bajod? Mondtam, hogy légy észnél, Jesse. Ne szekálj már! Anyát is szekáltad, és... Tudod mit? Felejtsük el. Neked szekálás. Nekem gondoskodás. Anyádnak ezer és egy oka lehetett volna, hogy velünk maradjon. És akkor most nem itt tartanánk. Talán másképpen szeretjük csinálni a dolgokat. Apa! Jesse! Segítség! Jesse! Segíts! Ne mozdulj, lemászok hozzád! Csúszok! Jól van! Tarts ki, fiam! Nyugi, nyugi! Fogd meg a botom! Elérek! Gyerünk! Csúszok. Gyerünk! Húzd fel magad! Ne! Ne! Jesse!
Jesse, fogadd őszinte részvétemet. Jesse, gyere ide. Jesse. Gondoltam, ezt elhozom. Az apádé volt. Nem beszéltél sokat mostanában. Hogy vagy? Jó. És te, Roy? Mindenfélét beszélnek róla. Állítólag pénzügyi gondjai voltak. Jobb, ha erről majd inkább az anyáddal beszélsz. Azt hiszi, felpakol és magával visz, mintha egy bútor darab lennék. Jesse, annak ellenére, hogy elköltözött, még ugyanúgy szerett téged. Akár elváltak, akár nem, Frank a férje volt. Már csak te maradtál neki. Jesse. Szia. Szia. Már mindenki készülődik. Nekem is mennem kell. Akkor szia, anya. Jesse, valamit el kell mondanom. A házat el fogják adni. Tessék! Apád bajban volt. Rendszerint megoldottad, de ez most nem jött össze. Azt szeretném, ha velem jönnél. Nem megyek sehová. Én itt élek, itt vannak a barátaim. Nem megyek. Te hagytál el minket. Jesse, tudom, hogy nehéz, és nem ezt akarod. De én vagyok az anyád. Itt van mondjuk Roy. Miért nem élhetek vele? Jesse, a nagybátyád egy nemzeti park közepén, egy kunyhóban él. Igen, te meg egy egyszobás lakásban, egy kávézó fölött. Anya, ha egyszer úgy is pakolnom kell, miért nem mehetek oda, ahova én akarok? Ha mindketten akarjátok, én szívesen látom őt nálam. Bármikor eljöhetsz. Figyelj, Jesse. Én szeretlek. De igazad van. Neked is megvan az életed. Szia! Észak-Washingtoni Nemzeti Park. Hogy tetszik? Minek a kerítés? Régen, sok-sok évvel ezelőtt szarvasokat tartottak itt. Még nem volt időm, hogy lebontsam. Nézd meg a házat is. Jól van. Parancsolj. Étkező. Konyha. Nappali. Dolgozószoba. Rengeteg könyv, választhatsz. És a hálószobám ott van fönt. Megmutatom, te hol fogsz aludni. Itt. Rendezkedj be.
Jó reggelt! Szeretnél járni egyet? Bejelöltem egy szép helyet a térképen. Maradj, Jesse, ne menj közel hozzá. Mi van vele, Roy? Megsebesült. És biztos éhes. Segíthetnénk neki. Menj vissza a kocsihoz. Miért? Le akarod lőni? Nem! Így esélye sincs, adjunk neki egy kis kaját. Jesse, a falkája már messze jár, nem fog életben maradni. Menj! Jesse! Ha most nem teszem meg, egy ketrecben fog kimúlni. Jesse McLean. Mit szeretnél csinálni? Ezüst farkas.
Bioételekkel kísérletezem. Ez a kutatásom egyik eredménye. Mi a fene ez? Vadhagyma, keserű gyökér, erdei gomba a nem mérgező fajtából, húsos levelekkel meghintve, ami minden télen 300 méterre a ház mögött nő. Ott arra. Továbbá néhány csepp víz. Nem túl kicsi az a ketrec? Még nem elég erős, hogy kint szaladgáljon. Lehet, hogy újra megsérülne. És még nem alakult ki a kötődés. Micsoda? Kötődés? Hozzád? Most már hozzád tartozik. Hogyan férkőzzek a közelébe? Ahogy én lopózom a szívedbe. Kajával. Nem esik, amióta idehoztuk. Ha engem idegenek elvinnének és fogva tartanának, nekem is elmenne az étvágyam. Egyél. Elkésel a suliból. Itt az ebéded. Gyerünk, Connor! Nézd csak, furcsa látvány, ugye? Gyorsabban! Hey, hey, hey! Futás! A vasút és a görkori keveréke. Hey, hey, hey! Shearingnek hívják. Hogyan? Gyerünk, gyerünk, Connor! Ez egy norvég szó. Mit jelent? Azt, hogy imádjuk a kutyánkat. Ezzel a busszal fogsz majd hazajönni. Ezzel a busszal? Aha. Na ne, én soha. Gyalogolhatsz is 17 kilométer, ahogy akarod. Az jó lesz, igen. Hé, pajtás, jó a gatyód! Ne félj, úgyis belenősz! Mary! Clifton igazgatónő, Jessie McLean. Jó. Nagyon örülök. Isten hozott nálunk. Köszönöm. Akkor este találkozunk otthon. Rendben. Az út az elvarázsolt vicsillóig. Túl szexis vagy, hogy buszra szállj? Nem, arra vár, hogy a nagybátyja helikopterrel jöjjön érte. Hé, Clay! Azért kaptad a kocsit, hogy iskolába járj, nem hogy trágyát szállíts. A világ összes trágyája sem férne el a srác gatyájában, sem a szádban. Hajt, ne törődj bele! Még valamit, kisapám! Vigyázz, ez a csaj harap! Nem érdemes leállni vele. Nem attól. De én utálom, hogy mindig a hülye bátyám nyer. Várj! Nem szállsz fel? Csak hódeszkán járok. Ne izé, szállj már fel! Szia! Na, hogy érzed magad? Éhes vagy? Hm? Kérsz enni? Várj csak! Lássuk, mi van itt. Hm? Ez hogy tetszik? Ez kell, Silver? Tessék, Silver! Silver! Tessék, harapj bele! Silver, ha nem eszed, megint... Omlet à la Roy.
Miért nem rendelünk pizzát? Nyugodtan rendelhetünk. Csak az a probléma, hogy nem találnánk senkit, aki kihozza ide. Nincs pizza, nincs tévé. Hogyan szórakozol, amikor éppen nem gombát szedsz? Dolgozom, olvasok, zenét hallgatok. Meditálok, sétálok, főzök. Nincs időm tévét nézni. Milyen volt a suli? Ha egy farkas elszakad a falkától, csatlakozhat egy másikhoz. Nem. Ez a suliról jutott eszedbe. Miért nem enged a közelébe? Még a szemembe sem néz soha. Mert vadállat. Nem fogja a farkát csóválni. Lehet, hogy még a szemedbe sem fog nézni. A simogatásról nem is szólva. De ha elfogad, a világ végére is követni fog. Feltéve, ha sikerül. Ezt miért mondod? Érthető, hogy dühös vagy azért, ami történt. Hogy ilyen helyzetbe kerültél. De ezt a farkas is érzi. Érzi a szagát. És nem szereti. Vagy a te szagodat érzi. Jól van, töltsd ki rajtam a dühödet, de ne egy szegény, ártatlan állatot. Egyáltalán nem vagyok dühös. Obi-Roy Kenobi. Minden falkában megfigyelhetők a dominancia és a behódolás jelei. Az összes állat tudja a helyét. Néha vér is folyik, de... Piroska egy nagy-nagy erdő szélén élt. Az anyjával és az apjával. Nagymama, miért ilyen hosszú a szakállad? Hogy jobban csiklandozza az arcocskádat, válaszolta a nagy mély hangon. Nagymama, miért ilyen hatalmas a kezed? Hogy könnyebben tudjak neked finomat főzni, válaszolta a hang a takaró alól. És akkor kinyílt az ajtó, és egy gyönyörű, ezüst színű timberfarkas rontott be rajta morogva. Aki a furfangos erdész fejét leharapta, és megette. És mindenki boldogan élt, amíg meg nem halt. Hé, Silver, Ole! Pulyka? Pulyka? Kell pulyka? Tessék, Silver! Na, gyere ki! Csak én vagyok, Jesse! Hoztam egy pulykacombot neked. A tiéd, ha? Akarod? Ide teszem neked, jó? A tiéd? Edjük meg! Mi lesz már, Silver? Nem bántalak? Ha így folytatod, semmit sem érsz el. Ha nagyon éhes lesz, ő jön hozzád. Silver! Jól van, ha nem eszed meg, akkor majd én, oké? Jaj, de finom! Mire utálod a buszt? Ez olyan, mint a hódeszka. Nem, egyáltalán nem. Akkor legalább sportolsz, nem? De, úgy valahogy. Kipróbálhatom, vagy azzal talán megszegek valamilyen iratlan törvényt?
Figyelj! Én megtanítom, hogyan bírt ki a sulit. Te megtanítasz hódeszkázni. Tudok egy írtó jó helyet, tökre kihalt. Az a helyzet, hogy délután egy haverommal találkozom. Van haverod? Kicsoda? Ismerem őt? Nem. Eléggé szégyellős. Értem. Semmi baj. Úgyis edzésem van. Tényleg? Milyen edzésre jársz? A Farmer Szövetség ügyességi versenyére edzek. Hadd próbáljam ki a deszkádat. Jól értettem, a Farmer Szövetség versenye? Igen. 16 kilométer bicajozás, 16 kilométer síjöring. A hülye bátyám már háromszor nyerte meg, ami kicsit az idegeimre ment. Csak lökjem? Igen. Tiéd a pálya. Kajajegy. Feltérképezi a terepet. Olyan, mint egy műhold. Csak a számítógép helyén az orra van. Ez valamikor ebéd körül történt. Ki kell találnunk, hol alszotok ezután. Egy vízálló hely kell. És karomálló. Szia, Silver! Tetszik az új táborunk? Hm? Ha? Ne! Silver! Ha? Jesse! Ne! Nem akarlak bántani, pajtás. Jól van, értem, rendben. Jesse, meg kéne értetni vele, hogy barátok vagyunk. Semmi baj, Silver. Semmi baj. Jól van. Ő Roy bácsikám. Igen. A barátom. Megsérültél? Valami azt súgja, hogy egy farkasfalka tagja lettél. A farkasok legjellegzetesebb vonása az üvöltés. Üvöltéssel jelzik a vadászatot, így jelölik ki a területüket, és üvöltenek, ha úgy tartja kedvük. Szeretnél üvölteni? Ki akarod próbálni? Jól van.
Mondtam neked, ő nem kutya. Igen, tudom. Nem sétálni akarom elvinni. Futni a kéne. Kergetőzzetek, itt az egész karán. Próbáltam, de megunja, és elsétál. Ki ez? Lucy! Szia! Szia! Hogy vagy? Jól. Szia! Szia! Roy McLean. Ó, oh, bocsánat. Jó napot, Lucy Rockwell. Rockwell? Akkor te John lánya vagy. Igen, és Jesse osztálytársa. Tetszett az előadása a természetvédelemről. Az jó. Köszönöm. Jó szórakozást. Köszönjük. Azt akartam kérdezni, hogy ma is azzal a sráccal leszel? Nem. Ő ma inkább egyedül akar lenni. Akkor most van időd arra, hogy elmenjünk a hegyre, amelyikről meséltem? Igen, a hegy. Igen, persze. Menjünk. Megyünk még. Mindjárt ott vagyunk. Ah, klassz. Nem sokan ismerik ezt a helyet. Eszméletlen. Az. Nem is hittem volna. Próbáltad már? Még soha. Béna vagy? Nem. Tedd egymás mellé a lábad, és fordulj a hegy felé. Jesse, bocs, hogy az első nap felcsaltalak a buszra. Hagyjuk ezt, oké? Okay? Nem haragszom. Hé! Hey! Látod? Jól gondoltam. A jobb lábaddal lépsz előre eséskor. Ez azt jelenti, hogy jobb lábas vagy, de ez a... deszka a bal lábasoknak való. Így szokott lenni. Mondd csak, miért nem az anyáddal élsz? Úgy döntött, hogy nem akar velem élni. És miért egy kunyhóban laksz? Azért, mert szeretem a természetet. Kérem az egyik lábadat. Igen, ez lesz az. Jól van. Először furcsa lesz, de majd csak megszokod. Jó. Mehetünk is? Rendben, jó. A lábujjaidra támaszkodj. Prima, ez az. De jó. Megy ez neked? Nagy van, megy csak. Megyek. Egyenesen, fordítsd be. Oh! Vagy így is megállhatsz. Még egyszer. Egyenesen állj, ez az, igen. A testsúlyod a hátsó lábon legyen. Ideje lenne megtanulnom, hogy a kell maradj lent, hajlítsd be a térded. Ez az, oh! Igen, hoppá. Na jó, még egyszer. Igen, gyerünk. Figyelj, ne feledd. A felső tested ellentétes irányba mozog. Írtó klassz. Aha. Figyelj csak. Mikor akarsz mesélni a farkasról? Pá, erre szükségünk lesz. Minek? Majd meglátod. Na, menj be. Ne félj tőle. Hé, hey, Silver! Silver! Gyere! Silver! Gyere csak ide! Bemutatok valakit!
Mi újság, öreg? Ez Lucy Jackie-e. Gyere ide, Silver. Jól van. Jó fiú. Jó van. Lássuk, ezt inkább vedd le. Silver nem szereti a lógó ruhákat. És át kéne venned egy kis szagot tőlem. Hogy ne legyél idegen. Ennyi az egész. Így jó lesz. Igen. Kész vagyunk. Kösz. Rendben van. Felkészültél? Oké. Gyere ide! Silver, gyere ide! Gugolj le! Kevésbé vagy fenyegető, ha a szemetek egy vonalban van. Ide hozzám, gyere ide, Silver, okos vagy. Jól van, hé? Minden rendben, tessék, simogasd meg. De nyugodtan. Szia, Silver. Jó farkas. Látod? Ezt szeret. Szia. Jól van. Jól van, én is szeretlek. Szia! Szia! Jól mulattál? Hol voltál? Miért kérdezed, jól mulattam-e, ha sem tudod, hol voltam? Kitaláltam. Clay mesélte, hogy az erdész fiúval járkálsz, akinek meghalt az apja. Azt is elmesélte, hogy megbüntették, mert a suli parkolójában versenyezett? Figyelj, Lucy! Ha a barátoddal valami veszélyeset csinálsz, amit nem kéne, ne én tudja meg utoljára! Fontos, hogy beszélgessünk. Átadom az üzenetedet Claynek. Jó napot, John. Jó napot, Roy. Hogy van? Jól, és maga? Farkasnyomok. Ha a sérült állatot találok, az a dolgom, hogy segítsek rajta. Minek meggyógyítani egy sérült állatot, ha úgysem engedheti el? Lelőni sem lenne szabad. Ez a farkas nem jelent veszélyt a csordájára. És ha mégis történne valami... Ha történne valami, az állatvédők megtérítik a kárt. Igaz, Roy? Igen. Ezt már sokszor hallottam. És ha a farkasok elszaporodnak, és már nem lesznek védettek, akkor is kifizetik a káromat? Nem. Ők már nem lesznek itt. A farkasok meg nálam lakmároznak. Mit akar tőlem, John? Roy, ha nem akarja, hogy Alaszkába helyezzék át, maradjon meg a kerítés javításnál és a madárlesnél. Viszlát. A Farmer Szövetség elnöke. Az a dolga, hogy gyűlölje a farkasokat. A tied meg az, hogy megvédd őket. Igen, és hogy jó kapcsolatokat tartsak fenn. Én ezt nem értem. Az apádnak beintettél, amikor meg akartam mondani neked, hogy mit csinálj. Miért nem teszed ezt Rockwell-lel? Nincs a munkaköri leírásomban, hogy sértegessek másokat. Szeretem ezt a munkát. Szeretek itt élni. És maradni akarok nem úgy, mint te. Sakkozunk? Most nem. Silver! Hol vagy, haver? Silver! Silver! Silver, fújj elő! Silver! Silver! Legalább a park felé ment, és nem a birtokok felé. Jesse, oda megy, ahol élelmet talál.
Nem akarom megvárni a következő alkalmat, amikor megszökik, aztán sült hússal vár minket itthon. Megnézem, hol kell megerősíteni a kerítést. Bármit csinálhatsz a kerítéssel. Ha ki akar jutni, ki jut. Elásom a kajáját. Egész nap azt fogja keresni. Láncra kell kötni. Hosszú túrákra viszem, kifárasztom. Jesse, a farkasok minden nehézség nélkül több száz kilométert is meg tudnak tenni. Hogy akarod kifárasztani? Sajnálom. Ez a tiéd. Tessék. Nem fogod elárulni senkinek? Ki hinne nekem? Gyere, Silver, gyere! Hallod? Tegyük fel ezt, gyere ide! Silver, gyere ide! Silver! Légy jó farkas! Na. Gyere ide, nem hallod? Silver! Silver! Másötlet? Nézd csak, Silver! Látod? Gyere, Silver! Húdás! Állj meg, jó kislány, maradj nyugton! Szerinted ez jó ötlet? Igen. A nőstényektől nem félnek. Ha? Igaz, Silver? Ha? Oh-ho-ho. Pasik. Gyere ide! Gyere ide, Silver! Ez az jó fiú. És most tegyük fel ezt. Mehetünk? Indulás, Kona! Menj! Hey, hey, hey! Kész vagyok! Gyerünk, Silver! Indulhatunk, pajtás! Gyerünk, fuss, fuss! Gyerünk! Rajta, futás! Indulj! Azt hiszem, nem álló helyzetből kéne indulnunk. Erdészház McLean! Anna! Mi van veled? Ó, Fincsi, sült hús. Az anyám idejön, és már is furán viselkedsz. Tessék, már kész is van. Egészen jól hangzott, amit anyád arról a házról mesélt. Nem megyek vele csak azért, mert szervált egy vidéki házat. Nem muszáj elmenned. Az jó. Nem is fogok. Csak személyesen akarja elmondani neked. Miután telefonált, én is felhívtam egy-két helyet. Állatkerteket. San Diegót. Torontót. Én már jártam Torontóban. Teljesen természetes körülményeket teremtenek. Gyere enni, nem kell ezt most megbeszélni. Egyáltalán nem kell erről beszélnünk. Mert nem megyek el, és Silver nem kerül állatkertbe. Figyelj. Jesse, szerintem ez a megoldás lenne neki a legjobb. Te is tudod, hogy nem fog bántani senkit. Ezért akarok benevezni a versenyre is. A Farmer Szövetség versenyére. Hogy mondod? Győzni fogunk. Roy, így sikerül majd bebizonyítanom mindenkinek, hogy Silver nem az, akinek hiszik. Egy farkas. Több száz farmer. Puskákkal, kutyákkal, gyerekekkel nem. Nem. És nem. Rajta, Kona! Hey, hey, hey! Állj meg, Silver! Futás, kis kutyám! Jól vagy, Jesse? Ez kemény volt.
Innen már csak kb. 100 méter. Mindig ott szokott lenni a cél. És akkor vége. Ennyi volt a verseny Sijöring része. Klassz! Aha. Gyakoroljunk tovább. Oké, gyerünk. Futás, Aurora! Jesse, ne rohanj már! Jól van, na és ha meglátta a farkast, mit csinálhatna vele? Amit a cowboyok szoktak. Csapatot szerveznek, megkeresik és lelőik. Lazíts már, úgy beszélsz, mintha bunkó parasztok lennénk. Hogy jutott eszedbe idehozni egy farkast? Jesse, menjünk, Clay, pofa be! Ilyennek a falon lenne a helye. Ott is fogja végezni, ha még egyszer meglátom idekint. Az apád tanít erre? Igen, ő, akinek nem kell helikopter ahhoz, hogy feljusson egy hegyre. És egy kereső hoztak, hogy lehozza. Az apám azért halt meg, hogy engem megmentsen. Fogd be a pofád, mielőtt beverem! Jesse, hagyd, menjünk, ne törődj vele! Jesse! Szia! Szia! Mi újság? Az apám magániskolába akar iratni. Ez elég gáz. Nagyon sajnálom. Végül is én tehetek róla. Figyelmeztettelek. Ha kiállsz Clay ellen, veszítesz. Akkor te miért versenyzel? Figyelj, Lucy. Apám szerint, ha megteszed, amitől félsz, attól erősebb leszel. Tartozom neki ezzel. Ah, Mr. Clay Rockwell! Mi a kutya neve? Aurora. Aurora. $50. Köszönöm. Ah, Lucinda Rockwell. A kutya neve? Kona. Kona. $50 kérek. Köszönöm. Jól van. Miben segíthetek? A nevem Jesse McLean. Jesse McLean. Szeretnék benevezni. A kutya neve? A kutya neve? A farkasomat úgy hívják Silver. A farkas? Nem fogadhatjuk el a jelentkezésedet, fiam. Farkasok nem versenyezhetnek. Ha megengedi, akkor utána néznék a szabályzatban. Sunny? Azt hiszem, erre vonatkozóan nincs semmilyen írott szabály, Mr. Rockwell. Sunny, hagyjuk, hadd versenyezzen. Nehogy azt mondják, hogy csak azért nyertem, mert nem indulhatott. Csönd legyen. Mint a Farmer Szövetség elnöke, amely ezt a rendezvényt szponzorálja, új szabályt hozok. Csak kutyák vehetnek részt. Fél, hogy én fogok győzni. Jó napot, John. Elmentem a könyvtárba, és utána néztem. Van egy 1899-es rendelet. Kutyák és farkasok úgy járhatnak a városban, ha póráz van rajtuk, és szájkosár. Ez vonatkozik a parkra is, ahol a pálya fele van. Mire célod ezzel? Eltekintek a póráztól és a szájkosártól, ha hagyja a farkast. Akin szájkosár lesz. Igen. Ha valaki megsérül a versenyen, magát fogom felelőssé tenni. Na, jól van. Fizesd be. Roy bácsi! Kösz. Kösz szépen. Ne köszönd. Mindig arra vágytam, hogy Alaszkában legyek parkőr. És ki teszi rá a szájkosarat? Szerintem ugyanaz, aki a hámot is rátette. Itt egyenesen le, másfél kilométer a célig. Mindenki arra megy. De ezt nézd. Ugye nem akarsz erre menni? Ez őrültség. Nem vagyok hülye. Csak a véleményedet kérdeztem. Egy hét múlva érkezik az anyám. Magával akar vinni Seattle-be. És nem akarsz menni? Miért mennék? Mert a mamád. De akkor Silvert állatkertbe viszik. Nem is tudom, de szerintem akármi is történik, a családban van a helyünk. Akkor is, ha totál hülyék.
a családra. Vegyél. Köszönöm. Jesse. Kösz. Mesélj még nekünk arról a mesebeli házról. Eredetileg tanya volt, de a professzor teljesen átalakította. Nagyon kényelmes. 2 évre utazott el, és annyi a dolgom, hogy átvegyem a postáját, fizessem a számlákat, küvet nyírjak, és fát vágjak. Az egyetem nagyon közel van, és a sípálya is csak 20 percre. Remekül hangzik. Igen. Az is. Talán jobb, ha most magatokra hagylak. Elnézést. Jesse? Szeretném, ha eljönnél velem. Eleget voltunk egyedül. Nem mehetek el. Már itt élek. Gondoskodnom kell Silverről. Roy elmesélte, hogy mit jelent neked ez a farkas. Silver! Akkor, hogy Silver, mit jelent neked? Te mentetted meg az életét. Te gyógyítottad meg, és te lettél a családja. De szerintem többet már nem tehetsz érte, fiam. Nem engedem, hogy ketrecbe zárják. Jesse. Néha a harag is olyan, mint a ketrec. És néha az a legokosabb, ha mindent ott hagyunk. Apa nem így gondolkozott. És én sem. Csak Clay, Rockwell, Clay, ó, itt vagy. Tessék a rajtszámod. Az 1-es. Mondd ez nektek valamit! Taylor, tessék. Lucy Rockwell, hol vagy, Lucy, meg vagy, tessék. Sok sikert. 1 perc múlva indul a mezőny, mindenki álljon a startvonalhoz. Hamarosan elkezdjük, köszönöm. Csak ide. Csak ez marad. Minden jó, fiú. Ha a farkasra figyelnek, nem teszik észre a hódeszkát. Van valami jó tanácsod? Hát persze. Érj célba. A többi versenyző előtt. Szépen meggyógyult a farkas. Milyen kár. Nagy hiba volt, hogy a testére céloztam. A fejére kellett volna lőnöm. Indulásra felkészülni. 4, 3, 2, 1, start! Get him!
Ne rohanj, még 16 kilométer van hátra! Figyelem, kedves nézőink! 2 perc múlva ideérnek! Felkészülni! Lói, állj meg! Állj meg! Ott a szájkosara! És most mit csináljunk? Menjünk! Mi van, Csiga? Jesse, lassíts! Bizonyan nem verhetjük meg! Várj, amíg a hóra érünk! Mi legyen? Meg kell mondanunk Jessinek. Micsoda szép nagy állat. Itt jön Jesse! Hol a deszkám? Gyere ide, Silver! Gyere ide! Gyere, gyere! Jó fiú, ez az. Nem volt baj vele? Nem, de nem, hogy... Nem, semmi. Nyomás, Jesse. Kész. Megvan, mehetsz. Indulás, Silver, futás! Gyorsabban, gyorsabban, Aurora! Versenyző vezet, Clay Rockwell!
gyorsabban, futás! Gyerünk, Aurora, fuss! Fuss! Gyerünk! És itt jön egy másik versenyző! Gyerünk, Aurora, a 15-ös! Plusz irányvel! Ez a farkas! Gyerünk! Jesse! Jesse! Hajrá, Jesse! Jesse! Gyerünk! Gyerünk, Aurora! Ez az, ez az, ez az! Gyerünk! Gyerünk, Aurora! Gyerünk! Mondd el fel! Nyomás! Nyomás, fiú, ez az! Kapd el! Kapd el! Gyerünk, kapd el! Gyere ide, Aurora! Na mi lesz? Gyere már ide! Gyerünk! Gyerünk, Elda! Nézzük, te szemétlád! Mit csinálsz? Ne! Ne, Silver, ne! Szedd le rólam, Silver fenébe! Szedd már le rólam! Silver, ne! Segítség! Hagyj! Hagyj, Elin! Segítség! Jól van, Elin, hagyd már! Hagyod! Segítség! Semmi baj! Jól van! Clay, gyere ide! John! Menj el onnan! Azt mondta, menj onnan! Sheriff, mit mond a törvény, ha egy farkas megtámad egy embert? John maga is látta, hogy mi történt. John, kérem, nem lőheti le! Azt láttam, hogy egy farkas megtámadott egy embert. Hogy szól a törvény? Ne nevettessen! Egyértelműen a fia támadta meg Jesse-t. Claynek semmi baja. Lucy pedig az első lány, aki megnyerte a versenyt. Tegye le a fegyvert, és beszéljük meg szépen. Nem válaszolt a kérdésemre. A törvény úgy szól, meg kell ölni a farkast. Miféle ember maga? Szülő vagyok. Tegnap éjjel a farkasok megöltek egy tinót Ben Markle farmján. Ma egy majdnem meggyilkolta a fiamat. Sheriff! Utasítsa a fiút, hogy menjen el onnan! Elfelejtette, hol vagyunk. A törvény ugyanaz itt a parkban is. De az én dolgom betartatni. Akkor cselekedjen. Már elintéztük, hogy a farkas egy kanadai állatkertbe kerüljön. Mikor? Amint repülőre tudom tenni. Mikor? Holnap. Akár így, akár úgy, Roy. Adja a szavát, hogy ez a farkas eltűnik innen. Megígérem. Ez valami vicc? Nem értem, miért nem mersz szembeszállni vele. Hé, Rockwell! Magához beszélek! Jesse, ne! Lucy, mondd meg neki! Te tudod, te segítettél edzeni! Itt csak az apád és a bátyád veszélyes! Sajnálom. Jesse, elég! Jesse, nem küldtem volna el úgy, hogy ne beszéltem volna meg veled. De a történtek után nincs más választásunk. Tudod, Roy, olyan vagy, mint az apám. Apád biztos elmesélte, hogy nagyapád kitett minket az erdőben, hogy férfit faragjon belőlünk. Igen, egyből gondoltam. Én is ennyi idős voltam. És ugyanígy gondolkoztam, amikor apám előállt az ötlettel. Emlékszem, Frank mindig úgy fejezte be ezt a történetet,
hogy direkt az erdőben maradtam 12 napig. Mert jól hangzott. És ezzel igazolta apát. Pedig csak eltévedtem. És féltem. Nagyon féltem. Attól, hogy meghalok. El tudod képzelni, mennyire megörültem, megkönnyebbültem, amikor megjelent az apád? Egy térképpel és élelemmel. Azután megfordult és hazament. Senkinek nem mondta el. Nézd meg most. Itt élek az erdőben. Azt akarom ezzel mondani, hogy sok van benned apádból. Kevés ilyen bátor emberrel találkoztam. Akármi is történik majd, ezt senki sem vitathatja el tőled. Milyen korán felkeltél? Igazából le se feküdtem. Tudja az apád, hogy itt vagy? Silvertől eltérően én eltüntetem a nyomaimat. Lucy, sajnálom, amit mondtam. Te megtetted, amit tudtál. Mit fogsz csinálni? Ezt hogy érted? Mi a terved Silverrel? Majd meglátogatom az állatkertben. Ne hazudj nekem, Jesse. Ennél röhelyesebb már csak az lenne, ha beállnál szerzetesnek. Tudod, hol van a Markle Farm? Ahol a farkastámadás történt tegnap előtt. Igen, vagy 80 kilométerre északra. A park határánál miért? A farkasok vándorolnak. Nyáron északra szoktak vonulni, télen pedig délre. Mindig ugyanazon az útvonalon. A Silver falkája? Te mit gondolsz? Hogy nagyon-nagyon sok farkas él erre, Jesse. Tudom. De jobb szabadon, mint egy ketrecben. Elviszel minket? Tessék. Igen. Elmennék egyedül is, de észrevennék, hogy eltűnt a kocsi, rájönnének, hova mentem, és leállítanának. Komolyan beszélsz? Csak 80 kilométer. Helikopterrel! De az útnak vége a hegynél, csak gyalog mehetsz tovább. Még szerencsé, hogy heteken át edzettünk. Mi a válaszod? Körülbelül 100 évig leszek szobafogságban. Ez az! Hány törvényt szegünk meg? Ennyi. Itt a vége. Figyelj, Jesse! Ez őrültség! Jesse, csak lovon lehet lejutni oda, azon is csak nyáron, túravezetővel.
Silver orra jobb bármelyik vezetőnél. Jesse! Vidd vissza a kocsit, mielőtt anyám és Roy felébred, oké? Gyere, Silver! Köszönj el szépen! Szia! Örülök, hogy megismertelek. Visszajössz, ugye? Persze, hogy visszajövök. Észreveszik, hogy a deszkám és Silver eltűnt. Azt hiszik, teszünk még egy kört. Szia. Vigyázz magadra. Majd jövök. Ne félj. Tűntek. Tessék! Megígérte, hogy ez nem történik meg. Én ígértem meg, de Jesse nevében nem beszélhetek, és a lányáiban sem. Hol vannak? Szerintem pontosan ott, ahová maga küldte őket. Miket beszél itt? A farkas falka Markle farmjánál. Tegnap nyilvánosan bejelentette. Ide figyeljen. Ha a lányomnak baja esik, személyesen magát teszem felelőssé. Maga figyeljen ide. Ha bármi történik a fiammal, nem csak személyesen önt teszem felelőssé, hanem lelövöm, kitömöm és kiakasztom a falra, Mr. Rockwell. Jól vagy? Szállj be a kocsiba, hazamegyünk. Nem. Mondom, szállj be! Apa, azt hiszed, helyesen jársz el, de nem. Tévedsz. Túlságosan szűk a látóköröd, apa. Nem mondom többet, Lucy. Állítsák meg! Nem ismerik nyugodj őt, helikopterbérrel magával viszik nyugodj létt, meg, és Lucy. Le fogják őket lőni. Semmi baj, ne félj, megtaláljuk Silvert és Jessie-t. Thank you.
esetéből! Csak hogy ezúttal még az apja sincs mellette! Semmi. Szia, öreg! Mi újság? Ha? Na, gyere ide! Vigyél közelebb! Azt mondtam, ne lőj! Silver, menj! Menj haza, Silver! Menj haza! Menj!
Büszke lehetsz magadra. Belőlem balondot csináltál. A lányomból lelkes állatvédőt. Abból a farkasból meg szenzációt. Nem mondta a bácsikát, hogy törvényellenes farkast szabadon engedni? Meg is hallhattál volna. Az is törvényellenes, hogy lövöldözzenek rájuk. Vagy menet közben találják ki a törvényeket. Kössünk alkut. Nem jelentem fel azért, mert védett fajra lövöldözött, ha békén hagyja a farkasokat. Már azelőtt lövöldöztem rájuk, mielőtt te megszülettél. Ugyan már miért változnék meg pont most? Mert a lánya megváltozott. És ő kétszer olyan makacs, mint maga. Kisfiam, nem esett bajod. Minden rendben. Hol van Silver? Hazament. Azt hiszem, nekem is ezt kéne tennem. Köszönöm. Várj! Jártál már Seattle-ben? Még nem. De nem sokára megkapom a jogsimat. Vigyázz magadra! Jó, te is! Szervusz, Silver. Magyar hangok. Kőszegi Ákos, Sörös Sándor, Simonyi Balázs, Zsigmond Tamara, Juhász György, Bartuc Attila, Kubik Anna, Versényi László, Pálfai Péter. Magyar szöveg Kis Odett, hangmérnök Kis István, vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Orosz Ildikó. A szinkront a Mirax megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Forgalmazza a Mirax. From the